Áldás békességet, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Isten igéjét olvasom Ezrás könyvéből, a 7. rész 10. versét. Mert Ezrás szívből törekedett arra, hogy kutassa és teljesítse az Úr törvényét, és tanítsa Izraelben a rendelkezéseket és döntéseket. Viski Ferenc 22 év börtönre ítélt 7 gyermekes református mártír lelkipásztorról olvastam, hogy mielőtt meghalt volna, előtte pár nappal körülvette magát, az ágyát bibliákkal. Körülbelül 30 biblia volt körülötte, héber, görög, román, magyar, kecskeméti, károli, különböző fordítások, különböző nyelveken, csak bibliák. Pedig volt egy több mint 3000 könyvből álló könyvtára. Mennyire letisztulnak a dolgok a halál előtt. A fogságban, a kudarcban, mikor Jeruzsálem romokban van, tisztán lát az ember. Egyedül az írás válik fontossá, és benne az Isten megfogható kegyelme. Isten igéje nem könnyű olvasmány. Nyugtalanná teszi az olvasóját, további keresésre sarkal. Nem lehet úgy olvasni, mint egy regényt. A hit útján keresőknek el kell azokban mondani, hogy a Biblia olyan, mint a mindennapi kenyér. Ahogyan egy napon nem étkezhetünk előre egy hétre valót, úgy az Isten igéjét is naponta lelki táplálékként érdemes magunkhoz venni, egy-egy szakaszt elolvasva, amiben a bibliaolvasó kalauz is, vagy éppen a mai ige is segítségünkre van. Aki a református bibliaolvasó kalauz szerint olvassa a napi igét, az 4 év alatt elolvashatja a teljes szentírást. Felbecsülhetetlen kincsünk a Biblia, amit talán akkor értékelünk igazán, amikor talán nem kis küzdelembe kerül az elolvasása, megértése, nem beszélve a megtartásáról, aminek szüntelenül hiával találtatunk. Ezrást folyamatosan érdekelte az ige, nyugtalanná tette, erős szívvel törekedett keresni azt, amit az Isten megmutatott neki. Augustinus egyházatja azt mondta, hogy nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned, Istenünk. Ezrás nyugodtan élhetett volna Babilóniában, abban a tudatban, hogy ő egy bölcs, tóra tanító, a király minisztere. Büszke lehetett volna, hogy Áron főpap közvetlen leszármazottja. Mégis mindenre azt mondja, ez még nem elég. Fontos, de nem elég. Az írás tanulmányozása, a Biblia olvasás azt a nyugtalanságot ébreszti az emberben, hogy újra és újra vágyom az ige üzenete után. Felszabadulunk arra, hogy ne legyünk olyan elégedettek önmagunkkal. Ezrásnak mindene megvolt Babilóniában, mégis azt mondja, nem elég. Mi is szoktuk ezt mondani, általában a fizetésünkre, vagy éppen a nyugdíjunkra, a családi boldogságunkra, az egészségi állapotunkra, és még sok mindenre. Nem elég már az sem, ami sok. Áldott legyen az Isten, aki megmutatta Ezrásnak, hogy mi az igazán nem elég, az Isten szentsége, mert belőle kellene több. Az az igazi nyugtalanság, ami Isten felé vezet, az az igazi szomjúság, amikor nem tudod abbahagyni az imádkozást, az igeolvasást, amikor érzed, hogy egyszerűen nem tudsz betelni az Isten szentségével. Ezrást a jóléti társadalomban a nem elég gondolata mozgósítja, ahol minden megvan, még a tóra is. Mintha azt mondaná, hogy önmagában véve ez sem elég. A hit sem elég, és a templomban járás sem elég, mert a hit cselekedetek nélkül halott önmagában. Ezrás tehát nyugtalan, és útra kell, Jeruzsálembe megy, ami abban a korban lerombolt portfészek volt csupán. Nehémiásék felhúztak nagy nehezen egy falat, minden egyéb hamu volt és csontok halmaza. Kiábrándító, elkeserítő, fertőzött, tisztátalan, a bűn nyomát hirdette, Ezrás mégis itt kereste a választ, az Isten válaszát, amit a legnagyobb nyomorúságban mi magunk is megtehetünk, és életünk minden idejében
minden körülmény között. Amen.